Vendégünk Szőcs Géza volt kulturális államtitkár, aki most miniszterelnöki főtanácsadóként és kormánybiztosként irányítja Magyarország világkiállítási megjelenését. Hogy a milánói pavilon körül sok a botrány, arról bizonyára értesültek, mert jó ideje hangos tőle a sajtó. Szőcs Géza most is ott van Olaszországban, a milánói pavilonban, ezért csak telefonon van velünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, ez is akkor reflektálhatok rögtön arra, amit elhangzott? Természetesen, nem sok a botrány? Nem sok a botrány, az álbotrány sok, a mesterséges botrány, a manipuláció rengeteg és a hazugság. A nagyon súlyos valótlanság. Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, hogy ezeket tisztázzuk, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy az Index hírportál azt állítja, igen, és ugye a legtöbb állítás és vád az ő felületükön fogalmazódott, igen, meg, mert hogy ők utána mentek és végignézték az elszámolásokat, és közérdekű adatigényléssel éltek, és ők azt mondták, hogy próbálták elérni önt, sikerült is, nyomdafestéket nem tűrő hangon elküldte őket, és nem válaszolt azóta se a kérdéseikre. Hazugság. Hagyja, nem menjünk tovább, maradjunk meg az első és ordító hazugságnál. Ez nem igaz. Az Index újságírója fölhívott engem telefonon, és meggyőződésem, hogy Sunyi szokása szerint megkérdezésem, pláne engedélyem nélkül rögzítette, amit beszéltünk, mert ez a szokása. Kizárt a dolognak tartom, hogy ne rögzítette volna. Nos, én fölkérem őt, hogy ennek a beszélgetésnek az általa rögzített teljes változatát jelentesse meg, és akkor eldönthető, hogy van benne nyomdafestéket nem tűrő hang, szó, kifejezés, vagy nincsen. Ön miért hiszi el az Index újságírójának, ha azt az állítást, amit nem támaszt alá semmire, én nekem pedig, én olyan helyzetben vagyok, hogy nekem kell bizonygatnom azt, hogy valami nem igaz. De hát hiszen nem éppen ezért kérdezzük meg, hogy öntől tudjuk valami meg, hogy mi az álláspontja ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, illetve hogy ön hogy látja ezt az egész konfliktus helyzetet. De nagyon örülök, hogy rendelkezésünkre állt, mert így aztán valóban tisztázhatjuk a konkrét vádakat, igen, is. Biztos értesült róla, hogy igen, az egyik ellenzéki párt már feljelentést is tesz az ügyben. Ők valószínűleg alapvetően az Index cikke nyomán hűtlen kezelésről beszélnek. Igen, az a... nagyon helyes, akkor legalább eljut a dolog egy olyan szintre, ahol kompetens szakértők, jogászok, közgazdászok, ellenőrök tudják eldönteni, hogy volt hűtlen kezelés, vagy nem volt. De hát akkor rögtön válaszoljak erre. Ehhez nem kell főügyész, meg főállamügyész, meg ugye a Fidesz védőügyvédje. Ez elég föllapozni az Uránia Nemzeti Filmszínház honlapját, és kiderül, hogy azt, amit még mindig úgy emleget az Index, hogy senki által nem látott filmek, meg állítólagos filmek, ezeket már rengeteg ember látta. Látta a Duna TV-ben is, és látta a Nemzeti Filmszínházban, és a rengeteg helyen vetítették ezeket Olaszországban. Most a magyar kapcsolatokról szóló filmekről van szó, arról a 16 részes sorozatról, amit a pavilonban nem vetítettek ezek szerint? A pavilonban is vetítettük, de annál alkalmasabb helyszíneken is vetítettük, és vetítjük folyamatosan. Ilyen az Uránia Filmszínház is, többek között, meg ilyen a Duna TV is. Jó, köszönöm szépen, ezt nyilván majd meg lehet nézni, hogy itt milyen vetítések voltak. Egyébként, ha már filmeknél tartunk, sok tétel van. Volt egy másik tétel is, ami filmekre vonatkozott. Az Index azt állítja, hogy 60 millió forintot kapott egy ön által alapított szervezet, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, szintén arra, hogy támogassák a világkiállítás filmes részét, de semmilyen módon nem jelent meg a pavilonban. De ez nem igaz. Az Index azt állít, amit akar. Ez tényszerűen nem igaz. A Mandát nem én alapítottam. A Manda az a Gyürei Vera igazgatása alatt évtizedek óta működő Nemzeti Filmarchívumnak az új neve. Az én személyemnek sem az alapításához, sem a Mandához olyan értelmű közel nem volt, hogy... És a 60 milliónak, amit kaptak, volt nyoma a milánói pavilonban? Volt vetítés? Nem, az a 60 millió, az is egy jogtechnikai megoldás volt, hogy a filmeket el lehessen kezdeni, forgatni. Nem ugyanazokról a filmekről beszélünk, mint az előbb, mert összesen 30 film készült, majd esetleg elmondhatom, hogy milyen témakörben és miről részletesebben. És miután... ugye azokat a pénzeket,
amelyekből a filmeket forgatni lehetett. Még a közlekedési törvény és egyéb törvényi előírások miatt még a programiroda nem használhatta föl, hiszen még nem is volt programiroda. De ugye elkészíteni 30 filmet nem gyerekjáték, azt nem két nap alatt kell. Na jó, de hát a világkiállításra felkészülni sem két nap alatt kellett, viszont lassan vége lesz ott a programnak, és ezek szerint ezeket a filmeket még nem vetítették. Hát dehogy nem vett, ki mondta, hogy nem vetítették? Most mondta, hogy ez nem készül el olyan gyorsan. Nem készül el olyan gyorsan, de ez az állítás. Volt vetítés a pavilonban ezekből a filmekből? Tehát akkor volt vetítés már a milánói pavilonban ezekből a filmekből. Éppen a tegnapi napon is több filmet vetítettünk. Tehát a tegnapi napon vetítették ezeket a filmeket, amelyeket az Index sérelmezett. Ezeket mostanában a cikkek megjelenése óta vetítették, vagy már előtte is? Azokat a filmeket, amelyeket az Index sérelmez, szeptember eleje óta vetítjük. Tehát az utolsó két hónapban, szeptember és október hónapokban kerültek a pavilonban is vetítésre, külső olasz helyszíneken is vetítésre, és a magyar helyszíneken és felületeken is vetítésre. Köszönöm szépen, viszont vannak a filmeknél nagyobb tételek is, amelyekről szó van. Elsősorban például a világkiállítás magyar pavilonjának a honlapjáról, amiben egyébként a Fellegi Tamáshoz köthető Euro-Atlantic Solutions Kft. Volt, vagy cég volt érintett. Itt azt írja az Index, hogy ez egy 34-szeresen túlszámlázott munka volt, és igen, ez is erős jó indulattal. Kedves Antonia, én az imént a hazugság szót használtam, most a valótlanság szót fogom használni, ugyanis az Index megkapta még a cikk megjelenése előtt az ezzel kapcsolatos kérdésére a tájékoztatást, méghozzá nem állítólag nyomdafestéket nem tűrő hangnemben, hanem konkrét számok nyelvén. És ebből az derül ki, mint az Euro-Atlantic honlapjáról, ez a válasz szerintem már megismerhető. Az derült ki, hogy 3,5 millió forintról beszélünk, nem pedig 65 millió forintról, vagy mennyiről, amennyit az Index állít. És ez tételesen igazolható. De az Index pont úgy nem vette magának a fáradtságot, hogy újságírója marhaságai ellenőrizze, mielőtt közlik, mint ahogy azt is fölröppenti az egész tendenciózus őrült beszédben, amiről itt szó van, hogy kicsúszott volna a pavilon valami fajta bontási engedély megszerzésének a határidejéből. Bocsánat, ez már egy másik kérdés, beszéljünk erről is, mert ezt is akartam kérdezni, hogy hazahozzák-e, vagy nem hozzák haza, de a honlapnál maradva egy pillanatra. Ha jól értem, azt mondja, hogy a honlap az 3,5 millióba került, ugye az Index szakértői úgy számolták, hogy jó indulattal kettő, viszont nem is ez volt a komoly probléma, hanem ők azt mondják, hogy 790 millió forintot kapott egyszer, és még előtte 24 millió forintot ugyanez a cég, akkor ezek szerint nem a honlapra, meg az azzal kapcsolatos munkára. Nem, itt összekeverik a kreatív tartalomfejlesztést, az egész PR tevékenységet a honlappal. Tehát az egész PR tevékenység került 790 millió forintba? Az egész program folyam került 790 millió forintba. És azt a programfolyamot az Euro-Atlantic bonyolítja teljes mértékben, Fellegi Tamás cége? Ő nyerte meg a közbeszerzést. Tehát sajnos. A teljes programfolyam lebonyolítja. Sajnos? Sajnos ő nyerte meg, úgyhogy nem miért az sajnos? Ő nyerte meg, mert a Fellegi Tamáshoz köthető cég, hanem azért nyerte meg, mert ő adta be a legjobb ajánlatot, ezt senki nem vitatta. Ez egy meghívásos pályázat volt persze, és talán nem véletlen, hogy a sajtó munkatársainak eszébe jut az összefüggés, hogy önhöz hasonlóan Fellegi Tamás is a miniszterelnök tanácsadója. Nem tudtam, már nem tanácsadója, neki valamilyen egyéb megbízatása volt Amerikában szervezni valamilyen magyar baráti köröket, de azt hiszem, hogy már ez a megbízhatás. Meg ott is PR tevékenysége. Ezen kívül, bocsánat, csak fogja az időnk, és van még egy fontos pontja az önök ellen igen. Megfogalmazott vádaknak, ez pedig az a bizonyos kastélybérlés, egy UNESCO védettségű koros... Ez a legorcsátlanabb hazugság,
itt most már nem a valóklanság a elsítelés, ez a révizetes országban retkes, otvaros hazugság esete. Semmi fajta kastélyt nem béreltünk. Ez a és egy UNESCO védettségű kolostort Varese városában béreltek, ahol képzőművészek... Nem béreltünk kolostort. Ezzel szemben egy nagyon szép egykori kolostorban a kolostor az ingatlan tulajdonosa felajánlotta, hogy ott magyar képzőművészek kiállíthatnak, és ki is állítottunk magyar képzőművészeket, és még annyi ide tartozik a kastélybérléshez, hogy ennek a kolostornak a konyháját a Kárpátia Kft., amelyik a pavilont fölépítette és üzemelteti, még az előző ügyvezető igazgató idejében kötött egy konyhabérlési szerződést 10.000 vagy 13.000 euró értékben, és ez az az egyetlen összeg, amit ezért a kastélynak nevezett kolostor egy bizonyos néhány négyzetméterért kifizettünk 8 hónapra, vagy 10 tehát hónapra. Tehát nem az épületet bérelték, hanem a magyar rendezvények egy idejére a konyhát? Így van. És ez az egész, tehát nem kastélyról van szó, és nem ilyen csillagászati összehekről, hanem arról volt szó, hogy a konyhát kibéreltük. Egy olyan igazgató, akit azóta elbocsátottunk, de ennek most nagyon nagy jelentősége nincs, mert csak nem ezért bocsátottuk el. Csak hogy megkérdőjelezték itt a kastélyban rendezett programot is, mert hogy az eredeti koncepció szerint magyar cégek mutatkoztak volna be, konferenciákat és találkozókat tartottak volna, végül pedig állítólag önhöz ilyen-olyan módon köthető képzőművészeknek volt kiállítású, például Nógrádi György biztonságpolitikai elemző feleségének, Nógrádi Kis Magdolnának, és az ön egyik darabját is bemutatta. Na ez aztán már végképp elképesztő. Az én egyik darabomat a Varese Városi Színház mutatta be. Az égvilágon semmifajta köze nem volt a Magyar Expóhoz és a Magyar Pavilonhoz, vagyis az Expóhoz és a Magyar Pavilonhoz. Annyi köze volt, hogy én miután már hosszú fél évek óta nagyon sokat tartózkodom Milánóban és környéken, és sokféle ismerettségre tettem szert, és én rám is kíváncsiak voltak. Művész emberek, a Varese-i színház rendezői és színészei elolvasták azt a színdarabomat, amely megjelent olaszul, és bemutatták, de ebben sem a magyar államnak, sem valami fajta magyar szervezetnek, mondjuk alapítványnak, vagy bármi egyébnek, nem volt egyetlen fillér hozzájárulása sem. Erről egyébként mind az ingatlan tulajdonosától, akiről beszélünk, mind a színháztól, épp a mai napon kértem ezzel kapcsolatban állásfoglalást, illetve nyilatkozatot, hogy kaptak-e bármifajta ilyen értelmű, tehát anyagi támogatást, vagy térítést, tehát hogy fizettünk-e az úgynevezett kastélyért, vagy az expo pénzéből mutatták ebbe a darabomat. Tehát erről is írásbeli dokumentumok lesznek. Mit tervez? Még egy dolog. Igen? Igen? Azt akartam kérdezni, mert az előbb ön is ki akart térni erre, hogy hazahozzák végül a pavilont, vagy nem, erről ellentmondásos hírek vannak? Nem, hát hogy ne hozzuk haza? Hazahozzuk a pavilont, nem igaz az, súlyos hazugság az, hogy bármifajta határidőből kicsúsztunk volna. Egy ütemtervet kellett leadni október folyamán, azt leadtuk. Egy bontási tervet kell leadni, ami után az expo bezárt, tehát november 2 a dátum, amely után november folyamán le lehet adni a bontási tervet, ez már megvan, ez már elkészült, és jövő májusra kell a pavilont vagy lebontani és eltüntetni, mint azt a legtöbb ország fogja csinálni, vagy pedig elvinni onnan, mint ahogy ez fog történni a mi esetünkben, ezt a pavilont elhozzuk. Csak hogy Szombathelyre tervezték vinni, és állítólag a helyi önkormányzattól ott sem kapták meg az építési engedélyt, vagy ott nem kapták meg az építési engedélyt, és ezt nem fellebbezték meg? A helyzet az, hogy 5 önkormányzat áll sorban azért, hogy ezt a pavilont fölépíthesse. Mindegyik más-más geográfiai adottságok, más-más urbanisztikai
környezet, tájkörnyezet mindegyik mellett, és mindegyik mellett toll érv, és mindegyik ellen fölvethető valamifajta megfontolás. Tehát én ezt a döntést egyedül, nem csak azért, mert már sokszor perhorreszkáltak egy személyben meghozott döntései miatt, nem akarom meghozni, nem csak ezért nem, hanem azért, mert azt gondolom, hogy ez a kormány dolga, hogy eldöntse, tehát kormány előterjesztés formájában mi összefoglaljuk, illetve már ezt meg is tettük, összefoglaltuk, elmondtuk, hogy melyek az egyes önkormányzatok ajánlatai mellett szóló érvek, és melyek az esetleges hátrányok. Úgyhogy ezt én azt gondolom, hogy november folyamán kormánydöntés alapján el lehet dönteni, el lesz határozva, és azt végre fogjuk hajtani. Értem, köszönöm szépen, tehát akkor annyit tudunk, hogy hazajön a pavilon, hogy pontosan hova és milyen funkcióra, azt még nem. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Szokatlanul kemény kritikákat kapott az amerikai nagykövettől a magyar kormány. Colin Bell burjánzó korrupcióról, civilek vegzálásáról és hatalomkoncentrációról beszélt. Miért a kritikák? Ara Kovács Attila és Horváth Gábor világít rá a részletekre.